Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi újság nála? Mi van vele? Ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Itt ezek a képek utalnak az ő érzelmeire. A horgony itt azt jelenti, ő szeretne lehorgonyozni, legyökerezni, és ez a kislány utal egy új kezdetre. A hajó itt jelenti a reményeket, vagy egy utazást, külföldi kapcsolatokat. De ez az út lehet egy belső út is. Amit ez a horgony még jelent, az a munkája. És itt lesz egy új kezdet külföldi kapcsolatokkal. És most megtekintjük az ő gondolatát, mit tervez a közeljövőben. Itt, ezen a képen ő látható. A gondolataiban ő áll most a középpontban. Szeretné megvalósítani a terveit. Nem hagyja azt, hogy mások beleavatkozzanak az ő dolgába, és itt lesz egy új kezdet, egy új irány. De erről nem beszél nyíltan. Most megtekintjük azt, milyen a kommunikáció kettőtök között. Itt, ezen a képen a fő papnő látható. Ez utalhat spirituális dolgokra is. Tehát megvan nála ez a hit, hogy minden meg van írva a sorsok könyvébe. De, ahogy a képen látható, ő levelet ír, tehát itt lesz egy hír, lesz köztetek ez a kapcsolat, és tudtok beszélni egymással. És most megtekintjük a következő kártyát, ami arra utal, hogy szerete téged. Ezen a képen láthatóak az arany érmék. Ez utalhat anyagiakra, vagy a munkára. Lehet, hogy a munka által ismertétek meg egymást, vagy az anyagiak is játszanak egy szerepet ebben a kapcsolatban, és a 9-es szám itt az korlátozásokra utal. Lehet, hogy te érzed úgy, hogy ő kihasznál téged, vagy fordítva van a helyzet, de amit még az aranyérmék itt jelentenek, ezek az értékek. Te értékes vagy számára, de ezt nem mondja ki, ezért te fogva érzed magad. Nem tudod, hogy ő szerette téged. De neki is megvannak itt az elvárásai, hiszen ő áll a középpontban, és vár arra, hogy te írj neki, hogy jelentkezz nála, hogy legyen itt egy új kezdet. És most megtekintjük a következő kártyát, ami arra utal, hogy mit fog tenni. Ezen a képen szintén a gyermek látható ugyanúgy, mint itt. Ez utalhat gyermekekre, vagy megvan ez a kívánság, hogy legyen egy család alapítása. Amit a gyermekek még jelentenek, egy új kezdet, vagy egy újdonság, vagy ez a fiatalos kisugárzás. Ő nagyon értékel téged. És úgy látja, hogy megvan ez a fellépésed. Viszont itt vannak korlátozások, gyakran úgy gondolja, hogy te nem hiszel ebben, te bizonytalan vagy, és nem mersz előre lépni. A következő kártyák utalnak az ő jelenlegi helyzetére. Itt középen ez a ház jelenti az ő otthonát, vagy a környezetét, azok lehetnek a szomszédok is. De ez a kép jelenti az ő családját is. A szülői házat, a rokonokat, és itt megvan ez a hamisság. Valaki becsapja őt, hazudozik neki,
Megvan itt a környezetében a szomorúság is, de szerintem úgy van nála, hogy ő tudja ezt, de nem akar odafigyelni erre, hanem mindig úgy gondolja, talán mégsem így van, és reménykedik ebben az ártatlanságban, hogy végre itt a helyét megtalálja a családban is, a rokonoknál is. De mégis látható itt a hamisság, és ez nem múlik el. De előbb vagy utóbb látni fogja ezeket a dolgokat is, és nem tudja ezt elkerülni, hogy az ő környezetében megvan ez a hamisság. Valaki hazudozik neki, vagy meglopja őt, és erre tényleg oda kellene neki figyelnie. A következő kártya azt jelenti, hogy milyen változások lesznek. Ezen a képen látható egy királynő, és uralkodik a föld eleme felett, ami reális dolgokra utal. Tehát ami az ő vágya, ami az ő elképzelése, vagy az álma, az megvalósul, és itt lesz egy új kezdet, le tud horgonyozni, le tud gyökerezni, és te vagy ez a királynő, elérkezik hozzád. Akkor is, ha jelenleg még vannak itt korlátozások, amire a 9-es szám utal, de itt jól alakulnak a dolgok, mert hamarosan kilépsz ebből a 9-es számból, ez olyan, mint egy kerítés, azon át kell tenni magad, és akkor itt megjelensz, mint egy királynő, és a kezedben van ez az arany érem, ami utal a te értékeidre, a belső értékedre is. És ennek ő tudatában van, viszont ezt neked látnod kellene. Te vagy itt ez a királynő. És most megtekintjük azt, hogyan tovább. Mi várható a közeljövőben? Először is jön egy jó hír. Nem csak itt látható ez a levél, hanem erre utal a főpapnő is. Azon kívül lesz itt egy kellemes meglepetés. És a harmadik kártya azt mutatja, ebből kialakul egy tartós párkapcsolat, itt megvannak most az alapok. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rába.